A 2024. június 9-ére kiírt önkormányzati választások kapcsán felmerülő hivatali teendőkről jó lehet először esett szó a Vármegyei Közgyűlés ülésén. A téma most már napirenden is maradt, hiszen a felkészülés nem csak helyi szinten kezdődött meg. Hiszen a Vármegyében minden területi választási bizottság ide van bekötve a Vármegyéhez, Vármegyei Önkormányzati Hivatalához, és itt zajlik az az előkészítő munka, ami a választási bizottságok felkészítésével, bizottsági elnökök eskütételével és új bizottsági tagoknak a eskütételével már a korábbiakban is zajlott. A testület elé kerülő napirendi pontok többsége pénzügyi természetű volt. A működési költségeket részletező dokumentumból például kiderült, hogy a szűkös források ellenére a hivatal működése zavartalan volt 2023-ban. Idén pedig már saját bevétellel is számolhatnak. Elkészült és bérlőjét várja a karcagi iparterületen fölépített gyártócsarnok és az új év idegenforgalmi attrakciójának számító tiszafüredi természetbúvár játszóház és túraközpont is megkezdheti működését. Aminek az üzemeltetését a területfejlesztési ügynökség fogja végezni, onnan nem számítunk különösebben nagy bevételre, mert nem az a cél, hogy ez a túraközpont az önkormányzat számára hozzon nyereséget, hanem az a cél, hogy fogja össze a Tiszató térségének turisztikai attrakcióit, fejlessze azokat, segítsen edukálni azokat a folyamatokat, amik a csomagok összeállításánál a tiszatavi kínálatot figyelembe veszik, segítsen a megjelenés ebben akár a hazai turisztikai kínálatban, akár nemzetközi vizeken is segítsen elfogadtatni a Tiszató kínálatát, és olyan természetbúvár, olyan természettudományos ismeretek átadásával segítse a gyermekek és a fiatalok képzését, amelyek akár környezetismereti foglalkozások, akár családi program keretén belül, akár játékosan, akár tudományosan, de közelebb viszik az ifjúságot a Tiszatóhoz és annak a különleges élővilágához. A karcagi ipari és a tiszafüredi turisztikai oktatási létesítmény az előzetes kalkulációk szerint 30 millió forintos bevételt termel majd. A Vármegyei Közgyűlés zárt ülésen tárgyalta az idei rendészeti és közbiztonsági díjak odaítélésével kapcsolatos döntéseket. A beérkezett felterjesztések egyelőre ugyan nem publikusak, annyi azonban bizonyos, hogy 2024-ben sem marad ki egyetlen, a helyi közbiztonságot garantáló szervezet sem, azaz lesz rendőr, katasztrófavédő és közterületfelügyelő is a díjazottak között.